Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Így a Dunán túl sok buddhistája összegyűlt itt. Külön szeretettel köszöntöm az Amitápa közösség tagjait, valami Zalaegerszegről érdeklődőinket, Balaton Edericsről, Bazsiról, és azon helyekről, ahol most én még nem jártam, például Székesfehérvár és Budapest. Akit nem mondtam, szíves elnézést kérek, de az, hogy Ma ezen a helyen a buthák szemét kinyitjuk, ez már megtörtént. Ne erre a két szobóra gondolj. Itt ülnek a buthák velem szemben. Nyitott szemmel, nyitott füllel, és ami a legfontosabb, nyitott szívvel. És ez a figyelem, az egymásra fordított figyelem, a közös jelenlét az, amelyből minden következik. Nézd meg azt, hogy mennyire vagyunk jelen egymás életében. Mennyire vagyunk egymásra utalva. Mennyire fogjuk föl a helyzetünket ebben a világban. Mennyire látunk tisztán. Ezek a kérdések csak látszólag különböznek. Valójában a tízezer kérdés egy kérdés. A tízezer tudat egy tudat. A tízezer hullámtarej egy tenger. És ezt az egységélményt nem lehet kívülről kapni. Nem lehet belülről az elme műveleteivel teremteni. Amikor visszatérünk a gondolkodás elé, akkor a buddha szemetén lekinyilik. Amikor a gondolkodás hullámai elcsitulnak, akkor a víz felszíne és mélye egyé válik, és olyan lesz, mint a tükör. Mindent úgy mutat, ahogy van. Ehhez mind a szélnek el kell ülnie, mint pedig a tenger szörnyeinek egy kicsit meg kellene nyugodnia. Amíg a tudattalanodban az archetipusok, a tudattalan karmák harcolnak, addig a lelkedben nincs béke. Amíg a külvilágodban rendetlenség van, és a karma szele állandóan fúj, a tudatod tükre nem tiszta. A zen Külső és a belső egyévállását jelenti. A tiszta pillanat elérését jelenti. Ezt annyian értjük, annyiféleképpen fogalmazzuk, hogy elvárható lenne, hogy végre tegyük is. De tesszük-e? A szangával ma lent voltunk a Balaton parton és ahogy a fényképezőgéppel a pillanatot rökítettem meg több százszor, padon ülő helybéliekkel szóba legyettem. Akik élvezettel nézték, ahogy az érdekesen öltözött külföldi <laughs> <laughs> csattingatja a gépét, és a hattyúk szeretik. Megszólaltam magyarul, ez volt az első meglepetés. Utána a pillanat művészetéről beszéltem, és visszakérdeztek, fotós? Mondom, majdnem. De főfoglalkozásban meditációs tanító. Kicsit megszeppentek, így bólogattak, és azt mondtam, hogy mert végül is a pillanat művészete belül kezdődik, ugye? Amikor felismerjük. És az idős úr bólogatott, hogy igen, igen, mert valójában mi elmegyünk, de a pillanat itt marad. Ezért a mondatér érdemes volt lemenni a Balatonpartra. Mi elmegyünk, de ez a pillanat itt marad. Ha ezzel a nem keletkezővel és nem szűnővel egyé válunk, akkor a pillanatot teljes értékűen százszázalékosan tapasztaljuk. Hogyha százszázalékosan teljes értékűen szeretnénk tapasztalni azt, amely nem jön és nem megy, és nem tudható, de tapasztalható igazi önvalónk, ahhoz minden gondolkodást el kell engednünk. Minden duális folyamatot el kell engednünk. És ekkor térhetünk vissza ahhoz, amely ebben a pillanatban mindig is nyilvánvaló volt, de amíg a te tudatod szét van szakítva múltra, jelenre és jövőre, addig nem tapasztalhatod. Úgyhogy örülök, hogy ennyi buddha szeme megnyílt a mai napon, és tisztelettel várom a kérdéseiteket. Azt szeretném megkérdezni, hogy az önvalónk megismerése során az itteni magyarországi karma, energiák, rezgés, mi az, ami számunkra itt a legnagyobb kihívást jelenti Magyarországon ebben a fizikai és lelki közösségben, hogy meg tudjuk ismerni önmagunkat. Az önvalónk nem magyarországi vagy külföldi, de mi magyarként keressük ezt. Az önvalónkban eredetileg semmiféle rezdülés nincs. Tehát, ha meg tudod haladni az egyéni karmát, a családi karmát, a csoportos karmát, akkor éred el igazi önvalunkat. Tehát ebben Nincs magyar vagy külföldi, ilyen vagy olyan klán, emilyen vagy amolyan család, pár vagy egyén. De a karmának mind a négy nagy osztályában ennek a tükörnek a segítségével láthatsz tisztán, hogy te milyen csoportba születtél, milyen karmát követve születtél ide le, milyen családba. Hogyan választasz párt, és téged hogyan választanak? És végső soron, mint egyén te ki vagy? Mi az az avatár, amit te személyként üzemeltetsz? Milyen vastag rajta az énségkérge? Mennyire hisz a saját és mások dualitásainak? Hát ahhoz, hogy ezt megtapasztalt, félre kell tenni mindenféle identitást azért, hogy utána ezt a négy félét, amit elmondtam, helyesen működtethesd. Az otthon elhagyása először nagyon keménynek tűnhet. És ez a szerzetesi képzésnek az első lépése, ez csak úgy lehet, hogy te szeretnéd. De van egy olyan fogalom, koreaiul simcsulga, ami a szívbéli megszabadulás. Tehát megmarad a hajad, a párod, a gyermeked az otthonod, de mégis hajlandó vagy azokat a fixa ideákat, azokat az axiómákat félretenni, amelyeket a családod, a társadalom, a párod, a gyereked, és te magad eddig hittél. 100%-osan abszolút értékűnek hittél. És hajlandó vagy egy más nézőpontot fölvenni. Hajlandó vagy prekoncepciók nélkül látni, szűrők nélkül érzékelni. És akkor tapasztalhatod a lényeget, amely nem identitás függő, de minden identitás alapja és amikor már nem marad belső dogmatika, nem marad fixa idea, akkor tapasztaljuk a világot olyannak, amilyen magunkat és a másik embert olyannak, amilyenek. És innentől kezdve haladhatunk azon az úton, amely rendkívül keskeny, és néha rendkívül rögös, mert a saját akadályainkat kell meghaladni. Hogyha a tudatban nincs akadály, akkor az út sem rögös ha úgy érzed, hogy nehezen haladsz, az a belső feldolgozatlanságok miatt van. A belső ragaszkodások, illúziók, hamis önképek és téves világnézet miatt van. A buthának több olyan tanítása volt, amely teljesen újraírta az akkori paradigmát, a 2500 évvel ezelőtti hindusztáni társadalmat, és ez a frissesség, a szellemiség világossága, a nézetek relativitása a mai napig tart. Úgyhogy szabadulj meg a karmától azért, hogy tisztán láthassd a karmát a maga minőségében és működésében, hogy helyesen légy férfi, férj, családapa és magyar ember. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Egy kérdést kaptam ma, amit szeretnék továbbítani. És. Várom a választ. Hány éves volt a kérdés feltevő? Nem tudom. A kérdés a következő. Mi a különbség a kitartás és az elhivatottság között? Szeretném a kérdező arcát látni. Te kérdezed? Hol van a kérdező? Fizikailag Veszprém. veszprémbe. Az elhivatottság az lenne, hogyha veszprémből ide ma eljött volna. A kitartás pedig az, hogy az itt kapott tanítást megszívleli és gyakorolja. Még csak most ismerkedem ezzel az úttal, és, és van egy nagy nehézség az életemben, van két gyerekem. Sokat szorongok, hogy ő velük történik valami rossz semmi más félelmem nincs az életben, azt érzem, mindent, mindenen túl tudok lépni, bármi történjen, de féltem őket nagyon. És hogy tudnék ezen úrrel lenni? Most mondd el egyszer, hogy pontosan kiket féltesz? A két gyerekemet. Hány évesek? Kettő és négy. Mitől félted őket? Hogy betegek lesznek meg, hogy valami rossz történik velük, nem tudom, megsérülnek. Láttál-e olyan embert a Földön, akivel soha sem történt semmi rossz, és nem lett beteg? Hát nem. Akkor érdemes őket félteni? Igen. Miért? Mit szeretnél elérni? Hát, hogy egészségesek és boldogok legyenek nagyon sokáig. A féltéssel ez sikerül? Nem. Ezért add föl. Tehát tanítsd meg őket egészségesnek és boldognak lenni. Ehhez nagyon sok minden kell, de a féltés az nem fog menni. Nem ide fog vezetni, hanem ők azt fogják átélni, hogy ők féltett gyerekek lesznek. Előbb-utóbb megkövetelik a szülőtől, hogy ő folyamatosan féltse őket. Ezek után az önállóságra szinte képtelenek lesznek, mert a féltés légkörében egy olyasféle kényelmi zónában nőnek föl, amely a szigorúan őrzött karmikus vonatok állomása. és innen nem indul ki önálló cselekvés. A féltés nevében minden le van zárva, az összes szemafor piros, nehogy baj legyen. És egyszer az állomásra beáll a betegség. Beáll az öregség, és beáll a halál. És rájöttek, hogy ahogy a budha sem maradhatott a palotában, nekik is a szigorúan ellenőrzött karmikus állomásról ki kell lépniük, ki kell mozdulniuk. Ha jót akarsz a gyerekeidnek, ne félsd őket, hanem óvd őket a saját téves nézeteiktől, ahogy ők fölteszik a kérdéseiket, te válaszolj nekik valami minőségét, amiben nem csak karma van, hanem darma is van. Ezért érdemes gyakorolni, hogy másképp tanítsuk a gyerekeinket, mint ahogy a szüleink minket tanítottak. Ez nagyon fontos. Aki megszületik erre a világra, az a születéssel három másik dolgot ugyanabban a csomagban megvett, és a pénztárnál kifizetett. Tehát születés, öregség, betegség, halál. Ez a négy nagy szenvedés, amiről a buddha beszélt. Vannak kisebbek, abból is négyet felsorolt, olyat kapni, amit nem szeretnénk, fejléces levél és egy csekk. Nem kapni olyat, amit szeretnénk, internetes rendelés, enter, enter, és nem kapod meg a jegyet. Azokkal lenni, akiket nem szeretünk, tömegközlekedés. És nem olyanokkal lenni, akiket szeretünk, várom a barátokat, és nem jönnek. Ez az a négy, amiben valamit el tudsz érni. Tehát tanítsd meg a gyerekeket élni, hogy az élet az egy kockázatos vállalkozás, és a végén mindenki belehal. De előtte meg kéne valósítani azt, amiért megszülettek. Tehát egy gyereknek nem az a kérdés, hogy Úristen mi lesz a vége, nem ez a fontos, mert a végét tudjuk. Hogy mikor és hogyan és milyen körülmények között, azt nem. A gyereknek az kell, hogy éljen, mert megszületett, és meg kéne tudnia, hogy mit hozott le a lelkének a hátizsákjában, ahol az üzemanyag van. Meg kéne tudni, hogy valójában mit akar hogy a tévképzetek helyett egy valós felismerése legyen a saját akaratáról. És ekkor végre a szeneskocsiban kocsiban levő szén, a karma, találkozik a mozdony kazányával, és az akarat lapátjával az éberség tüzében elkezd égni a karma, és ebből lesz a hajtóerő. Ez viszi előre, ezt úgy hívják, hogy önbizalom. Céltudatosság, akarat. Aztán rájön, hogy ez a mozdony annyira erős, hogy egy csomó egyéb kocsit hozzá kell kötni, hogy értelme legyen ennek a menetnek. A párkapcsolatot, a családot, a munkát, ezt mind szépen viszi ez a szerelvény, és ekkor van értelme annak, hogy ez a mozdony ne elképesztően erős ez az egyén. Mert egyedül nem csak, hogy nem megy, hanem egy idő után érdektelen és érdemtelen egyaránt. Tehát milyen szerelvényt kötünk, Magunkra milyen elkötelezettségeink, vállalásaink vannak. A fűtő, a mozdonyvezető és a kalauz valójában egy személy. A váltóállító, kocsirendező is. Az állomás főnök meg ismeretlen, de azért ott van. Nagyon fontos azt látni, hogy ha nincs cél, akkor nincs akarat sem. Ne félj a gyerekeidet, ne vedd föl őket. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, abszolút kezdőként, hogy hogyan lehet leásni a lélek alapjaig, hogy teljesen megújítsuk önmagunkat, és megúj, megújítsuk ezáltal a családunkat is? A lélek alapjára egyetlen egy kérdéssel kell rávilágítani. Mi ez? Mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel? mozog a testemmel, és amely kimondja azt, hogy én. Tehát honnan jön ez a kérdés? Ezért nem a ki vagyok én kérdés a legfontosabb. Ebben három hiba van. A ki, a vagyok és az én. Ezek illuzórikusak, mert egy idő után te nem leszel, a kivagyiságod már holnap megváltozik, és az énséged pedig illuzórikus. De mi ez, mi ez a lényeg, amiből mindannyian vagyunk, amely üzemelteti ezt az egészet, ez nagyon fontos. Milyen gyorsan? Attól függ, hogy milyen erősek a ragaszkodásaid és önvédelmi reflexeid. Ha nagyon erősen ragaszkodsz az én képhez, és visszautasítod a változást, akkor ezzel a belátás esélye is gyengül, és nagyon sokáig fog tartani, valójában a szenvedés és válságok sebességével fog haladni. Erre szoktuk azt mondani, hogy addig vársz, amíg a fal adja a másikat, és akkor mersz kérdezni, amikor már ég a ház. Ne várd meg! Rengeteg kérdés van már egy sokkal finomabb rezgés szinten, sokkal finomabb inger küszöbön, merd föltenni a kérdéseket belül, kívül. De ezt nem szoktuk meg. A nyugati kultúra nem a kérdéseket neveli ki belőled, hanem a kijelentéseket súlykolja beléd definíciókban, dogmákban, fixa ideákban, axiómákban, tehát abszolút értékűnek kikiáltott kijelentésekben szeretnénk megtestesíteni önmagunkat. Mint egyén, mint csoport, mint család. Amíg az én házamban laksz, addig ez van! Vagy kijelentjük, hogy pont, pont, pont. Érződik, ugye? mert ezer éve ezt írjuk le ebben a könyvben, hogy? Érződik, ugye? Tehát ezek az abszolút érvényel föllépő nézetek. Ha ah, nincs kérdés, nem is lehet. De kérdés mindig van. És először próbáld meg befelé, hogy aztán merd kifelé. Merj látni, merj hallani, merj gondolkodni, érezni, és ehhez az első lépés egy kérdés. Mindig az aktuális problémától indulj el. Tehát próbálj meg egy olyan belépést, egy olyan kaput találni, ahol már az első pillanattól kezdve őszinte vagy magadhoz, hogy valójában te ezt akarod tudni, ezt akarod látni. És akkor eljutsz az alapkérdésig, hogy mi ez, mi vagyok. Az ember azzal, hogy kimondta, hogy én, és elkezdett különbséget tenni maga és a külvilág között, a jó és a rossz között, nem csak a kerti belépőjét veszítette el, hanem nem tudjuk. Az édenkertben nincs visszaút. Onnan kimentünk. Nem volt más lehetőség. Tehát ha kimondod azt, hogy én, azt a fogalmat nem lehet a tudatlanságba visszagyömöszölni. Vagy letisztázod az én fogalmat, meglátod, hogy honnan jön, hová megy, hogy működik, mi a tartalma, és birtokba veszed ezt, a maga relativitásában, keletkezettségében, teremtettségében, és elkezdesz felelős, szabad, világos tudatú ember lenni, vagy az én fogalomba benne hagyott téves nézetek, kabzsiság és harag megöl téged is, másokat is, mert nem tisztáztad le az én fogalmát. Nem tudod, nem tapasztalod, hogy honnan jön és hová megy, és ezért nem vetted birtokba, nem tudsz felelősséget vállalni, mert nem szabadultál meg az énhez köthető illúzióktól. Nem érted el azt, ami nem én. És nem más. És nem keletkezik, és nem szűnik meg. Úgyhogy tegyük a dolgunkat, haladjunk az úton, és ehhez a kérdések elengedhetetlenek. Mer kérdezni. Az ember itt, ezen a ponton három alapvető tényező van. A nagy kérdés, a nagy bátorság, és a nagy hit. Tehát a kérdés indít el az úton, tart meg a meditációs praxisban és a mindennapi életben egyaránt, nyitottan, tisztán. A bátorság ahhoz kell, hogy ne térj le az útról, és ne kezdj el déli bábokat követni, ne fizess elő gyorsan lebomló illúziókra, és tarts ki. És ebből lesz a nagy hit nem pedig importáldogmatikából, dogmatikából, ideológiákból, ordas nézetekből. Tehát a hit tapasztalati alapú, a tiszta tudat az egyetlen, ami ehhez megfelelő alapot szolgáltathat, és akkor az ég tényleg kék, a fű tényleg zöld, és fel sem merül, hogy az én egem kékebb, mint a tied. Itt indul be az emberi elme, és teljes pusztulás a vége. Egyéb Azt szeretném kérdezni, hogy. Um, nos, én úgy terveztem el lényegében így az életemet, hogy tanulok, és, és minél jobb leszek, és egy nagy tudományos áttörést érek el, majd elvonulok szerzetesnek, és, és <laughs> ott, um, ott élem le az életemet. Na, és azt szeretném kérdezni, hogy ennek a résznek, az elejének, hogy, hogy amíg én felnövök, és elérek valami nagy dolgot, hogy ennek, ennek van értelme? Ennek van? A szerzetességnek nem tudom, hogy van. Tígy, amit jónak látsz, de azért engem az érdekel, hogy miért szeretnél te a tudományos áttörés után szerzetes lenni, és mondjuk nem szülni három gyereket egy boldog embernek, aki mondjuk a férjed lesz, meg a gyerekek apja. Miért ne? Hát nem tudom, olyan, <laughs> um, hát békésebbnek tűnik, és <gül> <gül> olyan. <gül> hát a látszat mindig csak. <laughs> Most már nagyon fontos számomra is. Ha hát szerzetes akarsz lenni, könnyen lehet, hogy a tanítványom leszel. Ha világiként szeretnél gyakorolni, akkor is könnyen lehet, hogy a tanítványom leszel. Nekem mindegy, hogy hajasan vagy hajtalanul szeretnél-e járni az úton. Járj az úton. De a tudományos áttörést, azt az légy szíves, tedd meg. Azt az nagyon fontos. Jó? Jó. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés, ott mellett tetteség. Azt szeretném kérdezni, hogy szabad-e kérni, ugye a keresztény kultúrában is kérünk a templomban, a joga nidrában is, a joga gyakorlásban is kérünk, és úgy hallottam a darma beszédeidben, hogy a zen gyakorlásban is kérhetünk, de, de ezt nem egészen, tehát tényleg, tényleg szabad kérnünk? Szabad kérni, csak a zenben azonnyomban mondjuk, hogy kapod is a számlát. Akkor jó. Nem mindegy, hogy mit kérsz, és kinek kéred, mert attól függően van rajta áfa, vagy nem. Ha magadnak kéred, nagyon magas az adókulcs. Ha másnak kéred, azt leírhatod az alapból. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Remélem nincs könyvelő a sorok közt, mert akkor szorulok. <laughs> Egy dilemmám van, vagyis hát egy? eszembe jutott, van több is, de egy ami összesen. Itt a mai nap nem van több is, de ami most foglalkoztat éppen engem. Még pedig az, hogy hogy fér az össze, és bennem állandóan ellentéteket okoz, harcol egyik felem a másik felemmel. Hogy van az, hogy a pillanatban élek, minél jobban éljen meg a pillanatot, és közben meg céljaim vannak. Hogy a célokért dolgozni kell, akkor már jövőben vagyok. Ez, ez hogyan? A jövőben Bennem dolgozol? Nem, nem tudom helyre rakni. A jövőben dolgozol? Igen, sokszor vagyok a jövőben. Az aggodalmaimmal is. A jövőben nem dolgozom. Nem dolgozom. Itt és most dolgozol. Igen. Szeretnék segíteni neked. Elfogadod? Elfogadom, persze. Ez a segítség honnan jön? A múltból, a jelenből vagy a jövőből? Jelenből. Már nem. Akkor már a múltból. Az elmúlt? Most mondjam, ki, hogy jövő nincs, nem tudom. Hát akkor a céljaid? Igen, igen, igen. Ez, ez bennem a dilemma. Harcol. Sőt, trilemma. Trilemma. Kimárts útra. A múltra, jelenre és jövőre szakított tudat nem érheti el a felébredést. Lefordítom. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban ez pontosul. Azok a célok valójában nem a jövőben vannak. Azok most ebben a pillanatban vannak, és a megvalósulás linearitása beleviszi őket a jövőbe veled együtt, mert a célokhoz ragaszkodsz. Azért van jövőd, mert megteremted. Nem azért, mert egy objektív jövő vár téged, ezért nem érdemes jóslatokba bocsátkozni, meg keresni a sarkona. Mondom a jövőjét, kedves forint forintér. Na, ezt nem. Miért? Aki megmondja a jövőt, ellopja a jövőt. Aki megmondja, hogy ki vagy, ellop téged. Tehát Ebben a pillanatban látod azt, hogy a látszólagos múltadból te mit viszel még most is az izsákban identitásként, az itt van ebben a pillanatban. Ebből lesz egy aktuális jelen. Tervezel valamit a lineáris jövőbe, és az ebben a pillanatban a cél. Tehát ebben a pillanatban összpontosul az összes karma, melynek a térbeli, időbeli, materiális, spirituális megvalósulása az érdekesség kedvér lineáris és ciklikus módon egyszerre működik. Úgy tűnik, hogy nagyon egyenes vonal megy élettől halálig, születéstől a távozásig. Aztán kicsit kiebb nyitod az optikát, és kiderül, hogy ez egy hatalmas körforgásnak a része. Csak ez a szakasz úgy tűnik, mintha egyenes lenne. Tehát amikor a taxisnak azt mond, hogy menjen egyenesen, akkor nem fogja azt mondani, hogy de hölgyem, ez valójában görbe, csak nem látja. Valójában ez van. Tehát mit akarsz elérni, kiért, kikért, és látod-e azt, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul? Ha ez a két kérdés tiszta, akkor olyan, mintha két hatalmas hajtóművet raknának a géptörzsre, és tövig nyomnák a gázt. Ugyanis az irányvétel is, és az energia is megvan. Ha nem, akkor szét vagy tagolva. És ezeket a hajtóműveket nem tette föl senki a géptörzsre, ott vannak, letéve, a földre. Miközben a géptest ott várja, hogy mozduljunk már. De amíg szét vagy tagolva belül, független, múltra, jelenre és jövőre, Addig ezek az energiák nem találkoznak. Ezért kell ebben a pillanatban nagyon tisztán jelen lenni, visszajönni, és megnézni, hogy az elme teremti és újra teremti a múlt jelen és jövő képzetét. Tisztán teremtsd meg ezeket. Azok a célok valójában most vannak. Jó? Köszönöm. Szívesen. Mm. Egyéb kérdés? Na mióta meditálok, azóta azt érzem, hogy nagyon eltávolodtam a körülöttem lévő, az előtte körülöttem lévő emberektől. A szüleimtől és a, a barátoktól. És azóta nem tudom, hogy hogy, hogy hogy kell őket elfogadnom. Hogy ne akarjam megváltoztatni őket, hanem csak fogadjam el úgy, ahogy vannak. Hogy mit kell érezni, és hogy, és hogy ez. Hát, hogy mi ez az elfogadás? Az elfogadás az a végén jön, az elején egy kérdésnek kell lennie, miben segíthetek. És az alapszabály az, hogy azt nem tudod nagyon gyakran megadni, amit akarnak, azt viszont megadhatod, amire szükségük van, és csak te tudod megadni, és nem más. Távolság, közelség, ez változik. A meditációban is, és a minden nap élet karmájában is. Nem a meditáció visz közel vagy távol, az eredeti tudat az nem mozdul. Nincsenek benne dimenziók, távolságok, idő, kontinú, semmi nincs benne. De a karma, az igen. Tehát te jobban látod a meditáció által azt a karmát, amely eddig is működött, és eddig is távol tartott, vagy éppen közel vitt szülők, barátok, barátnők, stb. A zennel tehát egy olyan esélyt kapsz, hogy ezeket a viszonyokat újraírhatod, újra teremtheted, és mint minden nagy takarításnál, először ki kell vinni az összes bútort a szobából. Tehát az összes fixa ideát, nézetet, berögződöttséget ki kell vinni ezekből a kapcsolatokból, mert ezért működésképtelenek, vagy féllábasok, vagy terheltek, és, és már nem tudtok egymáshoz szólni rendesen, mert attól félek, hogy megsértem, vagy ő engem, vagy félreért, vagy nem azt hallja, stb. És ilyenkor, ha például egy elvonulásra eljössz, akkor azt mondod a szeretteidnek, hogy én szeretnélek titeket jobban szeretni, ehhez egy kicsikét meg kell újítanom önmagam, elmegyek egy hónapra, és visszajövök. Hozzátok. És ez egy tervezett távolság és visszatérés. És akkor nincs félelem, hogy úristen, mi lett a lányunkkal, mi lett a barátnőmmel, mi lett a nővéremmel, amilyen szerepben éppen vannak. Megváltozik? Hát ez jó kérdés, mert hogyha nem változnánk, meg, akkor ez tényleg nagyon nagy probléma lenne. Nem tudunk nem változni. És ekkor türelem, nyugalom, és akkor mész és megújítod önmagad, és ezzel megújítod a kapcsolataidat is. Tehát enékű nem lehet. Tehát akkor állandóan a korábbi karmákat ismételjük. Tehát én húsz évig hallgattam az asztalnál a család és a rokonság beszélgetéseit. Csak a kor és az asztal terítéke, és a poharak tartalma. Semmi más. És közben megöregedtünk. Úgyhogy változzunk megfelelő módon, megfelelő irányban, megfelelő minőségek kifejlesztésével, és ettől senki ne féljen. Ha fél, akkor is bekövetkezik, ha nem fél, akkor is. Ha fél, akkor tele van akadályjal, aggodalommal, szorongással, kivetítéssel, illúzióval. Ha pedig nem fél, akkor szépen megy az úton. Azzal, hogy ők félnek valamitől, azzal megfélemlíthetnek téged is mond azt, hogy a távolság és a közelség az, mint az üveggolyó. Megkapod. Óriás leszel. Csak huny be kis szemed. És egy hónap múlva visszajövök, és akkor nyisd ki. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Engem nagyon régóta izgat, hogy mi a szeretet az én szerint. Nekem van egyik testvérem, és amikor kaptunk kiskorunkban valamit, ő indián táncolt járt, és mondta a szüleimnek, hogy jaj, itt szeretlek, úgy szeretlek, örült. Oda jött hozzám édesanyám, te nem is örülsz, nem is szeretsz bennünket. Aztán úgy alakult az élet, hogy én kísértem el végig édesanyámat az úton, és ki tudtok egymásnak mondani, hogy szeretlek. De én tevőlegesen szerettem addig. Máig is foglalkoztat, hogy mi az a szeretet az én szerint. Egy energia, egy figyelem egy teljes elfogadás, olyannak szeretlek, amilyen vagy, és ettől változol olyanná, amilyennek én szeretnélek, hogy miért, amiért te magad szeretnéd, hogy válj. Te kérdezel, én válaszolok neked. Ez a szeretet. Köszönöm. Egyéb kérdés? Hát hasonló kérdésem lett volna, mint Lilinek, csak nekem a szülői oldalról hogy tudok a család minőségi tagja lenni felnőtt gyerekeim életében, hogy az a fajta leválás, amit én, amin én átsegítettem őket, ezt én is megengedhessem magamnak, anélkül, hogy újabb karmákat, és nem túl jó karmákat gyártanánk egy más számára. Hát a leválás módja fogja ezt eldönteni. Tehát nem kilökik a fészekből, hanem lenyitjuk a, a hidat és akkor tessék szépen kisétálni. Minden gyereknek vannak önállósodási törekvései, és ez nagyon jó. Nekem az első hét éves koromban volt, amikor apám ezt a már idézett kijelentést tett, hogy amíg az én házamban ez, megyek. Csak este volt, és a hátizsákot magamra vettem, és anyám az teljesen meg volt döbbenve és rökönyödve. Becsuktam magam mögött az ajtót, és mentem. Anyám fehér volt, sápat volt. szederjes volt, úgy félt, féltett. Apám azt mondta, ne aggódj, visszajön. Hát sétáltam két órát, és visszamentem, mert sötétedett, és úgy döntöttem, hogy egyetlen barátomhoz sem fogok elmenni. Akkor is voltak barátaim, ismerős családok közelben. De azért 7 évesen az önbizalmad nem olyan, hogy apukád csak úgy fölül írt. Tehát ez volt az első önállósodási törek, és aztán nagyon messzire repült az a parítja. Eltelik 20 év, és hát 8000 kilométer keletre. Előtte tízezer nyugatra. Minden gyerek keresi az önállóságot, és abban a pillanatban ad meg neki, amikor úgy érzed, hogy majd nem kész rá. Ezzel teszed a legjobbat. Teljesen sosem fogod késznek érezni őt, de ő már veri az asztalt. És amikor látod, hogy kb. 5-10 hiányzik, akkor jó van a többit, majd az élet megtanítja, mennyel. És az elbocsátás minősége lesz a visszatérés minősége is. Nem neked kell leválasztódni, engedd a gyereket az útjára. Úgy is menni akar. Segíts neki megtalálni az útját, és elérni azt a szabadságot, ami mellé te már rögtön párosítod a felelősséget is. Ha meg csak a felelősségét látná, akkor a szabadságot is tétesd mellé vele. Hát az ember fiatalon, ami nem bolondság, a szabadságot keresi, és a felelősséget nem látja vele együtt, pedig az ugyanannak az éremnek a két oldala, és igazából az életközépválság csapja rá azt az ajtót, hogy kedveske, eddig a nézeteid olyan tévesek voltak te, mint egy többnyelvű használati utasítása semmihez. Innentől kezdve tessék a szabadságot és a felelősséget egyszerre kezelni, minél hamarabb hallja ezt a gyerek, annál érettebb lesz, és nem a szárnyait nyesed meg, hanem az irányvételét meg az akaratát letisztítod. És mond, hogy mennyi Az a dolgot, hogy járd az utadat. Onnantól kezdve olyan hálás lesz, annyira meg fog becsülni, hogy anyuka nem akarta a kemence mellett a szoknyájára ütett, és mama hotel csinálni az otthonból, ugye? Akkor a gyerek nem útonjáról lesz, hanem fészek lakók. Tehát bocsásd útjára a gyerekeket, és ezzel elnyered azt, amit szeretnél a saját magadnak. És ez tovább vive egy alapvető tanítássá lényegül, hogy az egyéni megszabadulás lehetetlen mások segítése nélkül. Ez egy gyönyörű paradoxon. Annyira össze vagyunk drótozva, annyira egymásra vagyunk utalva, annyira függünk egymástól térben, lélekben, időben, fizikailag, le, minden szinten, hogy amíg az utolsó ember nem szabadul meg az érzékszervi kötöttség illúziójától, addig egyikünk sincs a nirvánában. Mindenki visszajön. Egy nagy emberi lepény vagyunk, benne különböző magvakkal. Néha mazsola. De ezek a magvak kemények, puhák, keserűk, édesek, csak egyetlen egy hatalmas lepény magvai vagyunk mindannyian, és bele is harapunk az életbe, édes, beleharapunk a halálba, keserű, és aztán fel kéne ébredni az álmokból. Még ezzel kapcsolatban, hogyha lehet, még egy kérdésem van, hogy én szülőként a gyerekekről hogy tudok leválni, vagy vagy hogy tudok hogy, hogy tudok egy újabb minőséget képviselni uh, ugyanabban a családban, de valahol, vagy én rekedtem meg fejben, vagy, vagy én, én nem tudom, tehát nem kötöm magamhoz őket. Abszolút a szabadság szabadságfelelőség megvan mindenkinél, de én nem tudok egy, egy következő minőségi uh, lépcsőfokot tenni, és ezt nem, nem, egyszerűen nem értem magamban, hogy, hogy ez, ez, ez minek köszönhető. Kívül elengedted őket, belül, belül nem. Belül még betöltik a teredet teljesen. Nem kell őket kilökni onnan, mert az anya soha ilyet nem csinál, csak egy kicsit, mint a matyoska babákat kicsinyítsd le. A gyerek mindig ott lesz csak ilyen piciben. Úgy indult, megnőtt, kirepült, és utána megint egyre kisebb lesz, ott lesz. És akkor abban a térben, ami felszabadul, új lehetőségek jelennek meg. De az anya az anya érzetet, az anya azt újra kell rakni. Különben állandó frusztráció, hogy miért nem hív föl? Miért nem jön fel? csináltam neki almás pitét, és nem eszi meg. Tehát ebből kell följebb kijönni. Ezek fantasztikus dolgok, amikor a gyerek 14, meg 16, de nem amikor már 22, meg 26, akkor már nem. Nézd meg a, az anyaság és az együttérzés közti hidat. Nem egyértelmű a kettő közti kapcsolat nagyon sokszor. Tehát olyan szenvedés van belekódolva ebbe az elképesztő intimitásban, ami a gyerekvállalása, felnevelése, stb hogy amikor arról van szó, hogy a 20-25 éves projektnek most effektíve vége, és önálló lesz, és ő saját maga is anya vagy apa lesz nem sokára, akkor belül valami üvölt. Na azt a birtoklást kell egy kicsikét visszavenni, azt a ragaszkodást kell elengedni, és akkor teszed a legjobbat, hogyha igen, egy kicsit összébb megy a Matyoska baba, és nagyobb tered van neked, és ezzel neki is. És ehhez be kell állítani egy életrendet. Amikor együtt éltek, akkor minden nap látjátok egymást reggel este. Amikor már nem, akkor születésnap, névnap, karácsony, szilveszter, húsvét, és beáll egy olyan életrend, hogy mikor vagyunk megint együtt, mint család. És közte pedig a kompromisszumok alapján, hogy hogyan. Be kell állítani azt az életrendet, amely egyre kevesebb hegesztési ponttal dolgozik, mert a hajó az már kifutott a tenger, az már be van. Jó? Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Jó, hogy járjuk az utat. Egyre tisztábban látunk, tisztában látjuk a saját téves nézeteinket, és másokét is. És mivel segíteni szeretnénk a másikat, mi a helyes, hogyha én elfogadom őt a téves nézeteivel, vagy hogyha szembesítem, de azzal vállalom azt, hogy nem viseli el, és lehet, hogy elveszítem őt. Mi a, melyik a szeretet? Ilyenkor kell a tanítóhoz fordulni. Ilyenkor kell a tanításhoz fordulni, és ilyenkor kell a tanítványok közösséghez fordulni, mert amit említesz, az nem egy magányos egyéni gyakorlat, amelyel szemben a világ felmutat valamit, akár családi vagy csoport szinten. Amikor az ember elkezd tényleges, hagyományos meditációs gyakorlatot végezni azért, hogy ébredjünk föl, és mindenkit megszabadítsunk a szenvedéstől, akkor ehhez kell a tanító-tanítás és tanítványi közösség. Ha ez megvan, akkor rász egy olyan útra, és így kialakul egy olyan ütem, hogy a tanító azt mondja, hogy hát most már szembesíthetsz másokat is. Addig ne. Belül addig nagyon komoly haladást kell elérni. Miért? Hogy kibírd a szembesítést. Hogy az hasznos legyen, és te pusztán konfliktus vállalás, amelyre egyébként szükség van, de ha nincs egy meghaladó irány, akkor beleragadsz a konfliktusokba. Tehát az első lépés, hogy megszabadítjuk a világot, a társunkat és a társadalmat attól a szenvedéstől, amelyet mi magunk, mint egyén rájuk mérünk. Ez az első. És ennek vannak mércéi. Az elhagyományban is, más hagyományban is. Ezeket a mércéket a három legértékesebb kontextusában és környezetében látod, hallod, tapasztalod, és amikor már eléggé tiszta a tudatod, akkor lehet egy olyasféle szembesítést elképzelni, amely nem csak a szamszádikus körforgás újabb fordulata. Hogy megint megszólaltam, és megint hiba volt. Nem kellett volna. Beültem ugyanabba a helyzetbe, ugyanaz a konfliktus, ugyanaz a szétesés, ugyanaz a megoldatlanság, ugyanaz a depresszió, ugyanaz a frusztráció, dű, reménytelenség, önbizalom, hiány és gyűlölet. Na, ekkor nem vállaltuk jól a konfliktust, mert ez lett belőle. Az nagyon igaz, sőt, néha elcsépelt, hogy az élet a legjobb tanító. Igen, de neked jobb tanítónak kell lenni, mint az élet. Ehhez kell az a meghaladó bölcsesség, amely túlmutat életen és halálon, minden dualitáson, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Eredetileg nincs benne semmi, de a teljesség maga. Enélkül nem megy. Ezért hangsúlyozzuk ezeket a kulcspontokat, hogy ne tévesszük meg egymást. És hogyha haladsz az úton, akkor természetes módon elkövetkezik az a fokozat, az az állapot, amikor már a tanítód felhatalmaz arra, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos helyzeteket elvállalj, mert látja, hogy már másképp fogod megoldani. Jó? Köszönöm. Szívesen. Szeretném megkérdezni, van-e a növényeknek tudata, többek között a babnak, ha van, akkor hogy vagyunk képesek elfogyasztani, ha egyszerűen megtagadjuk az állatok fogyasztását? Pont ilyen a növényeknek növény tudata van, az állatoknak állati tudata van, a kettő nem keverhető. És amikor a babról kérdezel, akkor a bableves, ha nem szól vissza, akkor annak a babnak nem emberi vagy állati tudata van. Az állat azért szól, mielőtt levágod, nyüsszít, üvölt, próbál megszabadulni, ő szól, hogy nem szeretné az életét elveszíteni, az ember tudatlanságából fakadóan ezt megteszi. Nem látja be, hogy lehet úgy élni ezen a földön teljes értékű tápanyaggal, hogy nem kell megölni az állatot. Tehát a növénynek növényi tudata van, de ezt ne úgy vet hogy olyan egy kicsit, mint az állati vagy az emberi, teljesen más. Szongám zenmester, kóanyába szeretném ezt a kérdést lezárni. Az zenmester megszólította és megválaszolta önmagát. Mester, mester, igen, igen. Maradjon a tudatod mindig tiszta. Igen, igen. Ne hagyd, hogy megvezessenek senki, sehol, semmikor. Igen, igen. Két tudat. Egy mester. Melyik az igazi mester? Ha ezt megválaszolod, akkor megeheted a szent bablevest. Egyéb kérdés? A csendből következik, hogy idézem Sákyamoni Budhát, aki szintén csenddel tanított, legalább egyszer, de szerintem többször is, különben a gyána iskolák nem maradhattak volna meg de egy nagyon komoly tanítás származott abból, amikor a buddha ült a keselyű sziklán, és nagyon sokáig nem szólt egy szót sem. A tanítványok körülbelül így nézhettek, mint most ti. Vártak valamit. Amikor a pillanat megérett erre, akkor a buddha felemelt egy szávirágot. Erre mahákás japa elmosolyodott. Ekkor buddha megszólalt. Rendelkezem, az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a mindent megváltó nirvána kapujával, melyet most áthagyományozok Mahakásyapára. Ez volt a hagyomány szerint az első pátriárkának, Mahakásyapának a darma átadása. Ebből több kérdés következik. Mit jelent valójában az, hogy a Buddha felemelt egy szálvirágot? milyen darmát adott át Mahákás Ha te lennél Mahákás Japa, hogyan felelnél? Mi történt volna akkor, hogyha Mahákás Japa azt mondja, hogy Budha, nagyon szépen köszönöm, de nem kérem, én már rendelkezem ezzel a tanítással. Ha te lennél a Budha, hogyan felelnél erre? hálás tiszteletemet szeretném kifejezni minden buthának, pátriárkának és mátriárkának, mert az ő vonaluk ugyan rejtettebb, de anélkül nem menne, nem jutnának a pátriárkák messzire, hogy 2500 éven keresztül a tan töretlenül, sokágra szakadva, mint az ernyős virágzatú, elrepült a világ minden tájára, és ahol leszállt, ott egy újabb gyermekláncfű növekedett ki a Földből, egy újabb pipitér óvodában, valahol tan, és gyakorolhatjuk azt, amely nem vallás, nem tudomány, nem pszichológia, nem filozófia, sokkal inkább tisztánlátás és egy kis pedagógia együtt. Kívánom azt, hogy fogjuk föl, hogy mit adott át a Buddha Mahakási apának. De ne gondolkodjunk róla. Használjuk a tant, de ne legyünk túl okosak. Mert akkor az elmének a sok sok meta rétege alatt eltűnik az a csend, az az igaz tan, amely már a buddha előtt jelen volt, ő erről nagyon sokat beszél. És a buddha után is jelen lesz. Nagyon fontos, hogy. Kásyapa Budha, Dípankara Budha, és utána Maitreya Budha, ők mind-mind egyek a buthák sorából. A történelmi buthánk Sákjamuni Budha. Te hol vagy ebben a pátriárkális vagy mátriárkális sorban? Milyen helyet foglalsz el a tamban? Kívánom azt, hogy minél többször találkozzunk a Darma mezein, legyen az a Honi templomunkban, itt Balatongyörökön, Leszprémben, Kővágóörsön, Székesfehérváron, Bazsin, Balaton-Edericsen, vagy olyan helyeken, Zalaegerszegen például, ahol még nincs szangánk, de lehet, hogy lesz. Ez a gyakorlat elhozza neked azt a tiszta tudatot, amely kivezet a szenvedésből és szenvedtetésből, így elérhetjük mindannyian a felébredést, és segíthetünk ezen a világon. Köszönöm a figyelmet.